Bak, szeptember második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Holdfogyatkozásunk lesz szeptember 18-án. Holdfogyatkozás a halakban, de erről lesz egy külön videó, úgyhogy nem is húzom itt az időt. Napforduló szeptember 22-én, ez is egy fontos nap, hiszen az év férfias szakasza átvonul a nőies szakaszba. Na de nézzük. Pozitívum, mi van itt? Hatos föld energiával kezdünk, a ti energiátok zseniális. Kapunk segítséget, kapunk támogatást. Valaki minket bizony, hogy nagyon jól is fog támogatni. Ér még pénzes kártya, tehát plusz pénz, jön plusz pénz. Lehet, hogy ez egy prémium, lehet valaki szponzorálni fog minket. Menjünk tovább. De nagyon örülni fogunk. Ennek ez értékes. Értékes segítség lesz, értékes támogatás lesz. A főpapnő. Ez még értékesebb, mert itt a fenti erők támogatnak minket. Csodálatos a főpapnő. A hold ide tartozik, lehet látni, hogy ott a hold, és egyébként ugye holdfogyatkozás, ez egy nagyon erős esemény. Nos, a hold szeret valamit kivilágítani, valamit megmutatni nekünk, és azért a titok ide tartozik, ehhez a kártyához a titok. Megtudunk egy titkot, megyünk tovább. 9-es. A 6-os után itt a 9-es. Ez még jobb kártya, ez még jobb. És megint föld energia, ti energiátok. A 9-es az már az elért cél. Célba érünk. Jó kis anyagi sikert mutat ez a 9-es. Nem hiába dolgoztunk. Itt az eredmény. Értékes ajándékot is mutat, értékes vásárlást is mutat ez a 9-es. Ó, de jó, ászkelyhek, új boldogság, forrás, vízenergia, pozitív gyógyító vízenergiát kaptunk, és holdfogyatkozás a halakban, most már a halakban, tehát nem a kosban, nem a mérlegben, hanem a halakban, halak vízenergia. Az ász kezdés lehetőség. Na most, a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között benne leszünk abban a bizonyos karmikus folyosóban, tehát szeptember 18 és október 2-a között. Akkor érdemes valamibe beleugrani, belemászni, aláírni valamit, ha nagyon-nagyon biztosak vagyunk a dolgunkban, hogy tényleg mi ezt akarjuk, mert ha netán később megbánjuk azt a bizonyos dolgot, akkor már nehéz lesz megszabadulni. Na most, ha viszont jön valamilyen lehetőség, a lehetőség, egy ilyen csábító lehetőség, lehet, hogy régóta várjuk ezt a lehetőséget, én azt mondom, hogy tanulmányozzuk egy picikét. Érdemes utána járni egy picikét ebben a karmikus folyosóban, ne kapkodjuk el a dolgokat. De ha tényleg biztosak vagyunk a dolgunkban, hogy na már pedig én ezt akarom, akkor legyen. De azt nem szabad elfelejteni, kvázi ezzel meg is pecsételjük a sorsunkat. Ugye ez hosszú távú lesz. Például ez a kártya mutat házasságkötést is, mutat ez a kártya. Hát akkor ez karmikus kapcsolat lesz, karmikus házasság. Minimum 9 évig fog tartani, az fél ciklus. Nos, apród, valakinek teljesül egy kívánsága. És ez is vízenergia, pozitív, gyógyító vízenergia. Az apródhoz hozzátartoznak a gyermekek, ez a gyermekek kártyája. Lehet, hogy a iskolakezdés, szeptember iskolakezdés, az apród kelyhek, a művészet kártyája, a művészet lehet, hogy mi beiratkozunk például egy ilyen művészi iskolába. Lehet, hogy valaki elkezd táncolni, lehet, hogy valaki elkezd
énekelni, tanulni. És megint azt fogja érezni, hogy gyermek vagyok. Lehet, hogy a gyermekünket vagy az unokánkat fogjuk beiratni egy ilyen helyre. A balettiskolába például. De kellemes kártya. Kellemes. Erős nyolcas. Erős nyolcas. Az erő. Erősek leszünk. Bátrak leszünk. Le tudjuk győzni az akadályokat. Meg tudunk szabadulni valamilyen toxikus dologtól. Ez ilyen lelki erő. Tehát ez finom erő, ez puha erő. Valamit érzek én még itt, nem hiába, amikor megjelenik a fő papnő, akkor ő szereti blokkolni az információt, kvázi azt üzeni nekünk, hogy ne kíváncsiskodjunk. Mindent a maga idejében. Megnézzük a negatívumot. Mi az, amit el lehet kerülni? Na mi van? Király, na mi van itt? Király, tűz energia dominál itt, kos, oroszlán vagy nyilas lehet. Lehet, hogy ez a király ilyen manipulátor lesz, tehát ilyen nyomasztó, nem jó ellenségnek, és a kártyapakli alján még egy király, az érmék királya, és ez maga a bak, tehát a baknak oda kell figyelni erre a királyra. Nehogy tényleg belekerüljünk egy galibába. Az ász. Az ász. Az ász kezdés. Viszont itt levegő energiáról beszélünk, kardok. A kardokhoz hozzátartozik minden, amit mondunk, írunk, aláírunk, dokumentumok. Vigyázzat, ha ebben a karmikus folyosóban tényleg valamit aláírunk, akkor kvázi oda láncoljuk magunkat ehhez a bizonyos dologhoz, ehhez a királyhoz. Tehát ez a király, maga a bak, valamit aláír, egy szerződést, egy fontos dokumentumot, és kvázi oda láncolja magát ehhez a királyhoz. Ez egy erős figyelmeztetés. Tényleg a karmikus folyosóban érdemes egy picit várni, kivárni ezt az időszakot. Nagyon nehéz lesz ettől megszabadulni. Na, hát én azt mondom, még akár lehetetlen is. Sok fejfájást fog okozni. Megyünk tovább. A diadalszekér. Önmagában nagyon csodálatos kártya, de akkor csodálatos ez a kártya, és akkor hoz nekünk pozitívumot, és akkor tudjuk elérni azt a pozitívumot, ha azt a bizonyos gyeplőt mi tartjuk a kezünkben. Ha az irányítást a mi kezünkben van. Ha ezt az irányítást átadjuk, átveszi tőlünk például ez a király, hát akkor nem beszélhetünk pozitívumról. Akkor bizony, hogy ez a király rossz irányba elvisz minket. Nem a sikerhez, tehát figyelmeztetésnek nagyon jó kis kártyák jönnek. Megyünk tovább. Mi lehet itt még? Ötös. Ötös kardok. Nehéz kártya önmagában, ellenséget mutat, erős ellenséget, alaptomos ellenséget, és megint ott vannak a kardok, dokumentumok, szerződéskötés, vigyázzat, információ, ezt az információt fel tudják használni ellenünk. Lehet, hogy valakinek valamit elmondtuk, és akkor most ellenünk felhasználja, úgyhogy vigyázzat. Vigyázzat. Át kell gondolni, hogy érdemes nekünk belevágni ebbe a harcba, ezzel az alaptomos ellenséggel.
Mert ha belevágunk, akkor nekünk is mindenféle eszközzel lesz harcolni. És egyébként mind a két fél szokott itt veszíteni. Mind a két fél. A győztes oldal is nagyon sokat veszít. Megyünk tovább. Ha például ez egy bírósági ügy, ha most belemászunk egy bírósági ügybe, az nagyon hosszú távú lesz. A fél ciklus 9 év. 9 év. Na de megyünk tovább. 8-as tűzenergia. Ez a tűzenergia meg tud minket égetni. A tűzenergia, a pozitív tűzenergia segít nekünk elérni a célunkat, a negatív tűzenergia viszont meg tud minket égetni. Nagyon gyors ez a kártya, az egyik leggyorsabb. Tehát ez itt már kapkodás. A diadalszekér is nagyon gyors kártya, nehogy elkapkodjuk a dolgokat. Mint a diadalszekér, mint ez a nyolcas, ugye, itt vannak egymás mellett ezek a kártyák, mutatnak utazást is, utazást, költözést, tehát autót, kerékpárt is mutatnak. Tehát itt is lehet valamilyen negatívum. Királynő. Ez is tűzenergia. Van egy királyunk, és van egy királynőnk. Erősek, harciasak, nagyon-nagyon harciasak ezek a személyek. Mint ez a királynő, mint ez a király. Itt dominál a tűzenergia, de nekünk ez a tűzenergia nem jó. Nehéz harcolni ezzel a tűzenergiával. Lehet, hogy ez egy házas pár például, aki okoz nekünk majd egy kis fejfájást. Na nézzük csak a plusz kártyákat. A mindennapi boszorkányok mit akarnak nekünk mondani még? Azért még egy picikét kutakodunk, hát ha kapunk még egy kis segítséget. Egyet a pozitívumra, és egyet a negatívumra húzunk. Pozitívum és negatívum. Milyen érdekes. A pozitívum 4-es, és megint föld energia érmék, megint a ti energiátok, a baknak az energiája. Tehát az, hogy lesz pénz, azt tudjuk, tehát itt vannak a pénzes kártyák, jön a pénz hozzánk. Ez a kártya stabil anyagi helyzetet mutat nekünk, de rögtön figyelmeztet is, hogy érdemes is vigyázni erre a pénzre, az értékekre. Az egyik értékünk az egészség, tehát az erőforrások is ide tartoznak, az egyik erőforrásunk az egészségünk. Érdemes arra vigyázni is. Tehát vigyázzunk az értékeinkre. Lehet látni, hogy ez a kis boszi ül a pénzen. Vigyázz, el ne vegyék, el ne lopják. És ahogy mondtam, a karmikus folyosóban vagyunk, és itt van a negatívumon még egy személy. Egyébként ez a holdfogyatkozás a hármas házat fogja érinteni, ott viszont a kommunikáció oda tartozik. Ugye több szemét lehet látni, és ilyen szúrós kommunikáció, szúrós beszéd, ilyen szócsaták vannak itt, félreértések, kibeszélés, pletyka, ez mind megjelent, és a közvetlen környezetünk ide tartozik. A szomszédok, a rokonok, a testvérek, a hármas házhoz, és ugye itt vannak személyek. Lehet, hogy pont a szomszéddal összeveszünk, vagy a testvérünkkel. Nos, nagyon erős ez az uralkodó. Erősebb, mint ez a király. Mert a király az nem nagy árkánum. Ez ütős kártya. Ez erős. Hát úgy kell fütyülni, vagy úgy kell táncolni, ahogyan ez a király fütyül. Az övé az utolsó szó, a hatalom az ő kezében van. Erre a kártyára érdemes odafigyelni, de én húzok még egy kártyát. Túl sok a személy. Mert van itt azért egy királynő is,
kettő darab király, még egy uralkodó. Húzunk még egyet. Hát, ha valakinek segít ez a plusz kártya. Mi ez a sok csata csetepaté? Hármas. És ez az uralkodónő. Itt van az uralkodó, és megjelent az uralkodónő. Az uralkodónő a komfortot szereti. Ez itt nem komfortos helyzet. Az uralkodónő nemet mond a nem komfortos dolgokra, csak a komfortra törekszik. Viszont a kártya pakli alján egy kilences, egy szúrós, fájdalmas kilences kardok, az álmatlan éjszaka kártyája. Ez megint nem egy komfortos helyzet, amikor nagy fájdalmat érzünk, amikor tényleg valaki megbánt minket annyira, hogy egyszerűen még aludni sem tudunk nyugodtan, mert folyton ez jár az eszünkbe. Ugye nem hagy minket békén ez a szúrós helyzet, és az uralkodónő azt üzeni nekünk, hogy mondjuk azt, hogy elég ebből. Elég. Én ebből nem kérek. Kész. Elég volt. Az uralkodónő, ha őt valahova meghívják, például vendégségbe, és ő tudja, hogy lesznek ott olyan személyek, akikkel ő nem szívesen találkozna, nem szívesen van egy légkörben, akkor ő azt mondja, hogy én nem megyek el. Én nem. Tehát nekem erre nincsen szükségem. Nos, plusz még egy kártya, az év kereke, mit mond nekünk? Négyes kelyhek. Négyes kelyhek. Önmagában a szomorúság vagy a depresszió kártyája, az önsajnálat is ide tartozik ehhez a kártyához. Na most, ha netán szomorkodunk, szomorkodjunk egy picikét, de ne tovább, mint szükséges. Nem érdemes. Mert ez a kártya mindig azt üzeni, hogy van egy új lehetőség, tehát kapunk egy új lehetőséget az univerzumtól, de ha benne leszünk ebben a bánatban folyamatosan, akkor nem fogjuk észrevenni azt az új lehetőséget. Az univerzum mindig ad nekünk lehetőséget. Tehát itt lehet látni, hogy esik az eső után kisüt a napocska. És lehet, hogy tényleg csak lesz egy ilyen esős napunk, amikor el akarunk valahova menni, vagy elutazunk valahova, és ott esni fog az eső, és tehát nem tragédia, csak ilyen, nem lesz ez úgymond kellemes nekünk. Ennyi, tehát itt is lehet látni, ugye esik az eső, ott bánatos, szomorú ez a hölgy, miért esik ez az eső, de nem szeretem ezt az időt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!